Megrongálódott buszmegálló, leszakadt vagy meglazult vezetékek. Ezek a leggyakoribb káresetek Sátorai Újhelyen, hiszen térségünkben nagy széllel érkezett vissza a tél. Vasárnap éjfélig 10 fakidőlésnél, valamint 2 lakóházban és egy építményben bekövetkezett káresetnél avatkoztak be a vármegye tűzoltói. Adott tájékoztatást a Borsodabói Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Rinyú Zsuzsanna helyettes szóvivő elmondta, hogy a legtöbb bejelentés Sátorai Újhelyből is környékéről érkezett. Egy cigándi lakóház zsindely tetejét is megbontotta a szél, ami fennakadt a távközlési vezetéken, a tűzoltók eltávolították a lemezdarabokat a vezetékről. Éjféltől reggel 9 óráig további 14 riasztást kaptak a tűzoltók, a legtöbb Sátoraljaújhelyből is környékéről érkezett. Több helyen faág szakadt az úttestre a Sátoraljaújhelyet és Alsóbereckit összekötő 381-es számú úton, a Boldogkőváraljai bevezető úton is Fancsalnál. Épületek tetejében bekövetkezett károkról érkezett bejelentés a Sátoraljaújhelyi Kopaszka, Petróleumgyár és Pipa utcából, valamint a Kossuth Lajos térről. Szalaszenden villanyvezetékre dőlt egy fa, Boldogkőváraján pedig az általános iskola egyik épületének lemeztetejét mozgatta a szél, a tűzoltók rögzítették a meglazult részeket. A viharos széllel kapcsolatban a helyettes szóvivő elmondta, hogy az több mindent is megrogálhat, így készüljünk fel arra, hogy áramszünet is lehet, valamint óvatosan közlekedjünk fák közelében is. Az ilyen erős szél inkább emberre, állatra is veszélyes lehet, ugye súlyosan megrongálhatja akár az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit, közlekedési akadályokat idézhet elő. Amit tudunk tenni egy erősebb szélben, szélviharban, védett, stabil helyet keressünk, távol haladjunk a fáktól és az épületektől, hogy a letört ágak, tető, cserépdarabok ne okozzanak sérülést, a leszakadt villamos távvezetékeket megközelíteni életveszélyes, ezeket minden alkalommal jelezzük a 112-es segélyhívószámon, és ha az előrejelzéseket követően még marad erre valamennyi időnk, akkor a házunk körül található fák meggyengült ágait vágjuk le. A viharos időben érdemes figyelni a szénmonoxid érzékelőt is, hiszen az erős szél visszafújhatja az égés terméket a kéménybe. Amennyiben bármilyen vészhelyzetet tapasztalnak, mindenképpen hívják a 112-es telefonszámot, tette hozzá Rinyú Zsuzsanna.